Üdvözlöm Önöket, Losonczi Kata vagyok. Nem plágium. Ez a Célpont Extra. Lőre is pancsolt bor. Gyurcsány magyarázkodik és hazudozik. Megszereztük a volt miniszterelnök diplomamunkájának bírálatát. Ugyanazok az adatok, ugyanazok a hibák, mint volt sógorának dolgozatában. Célpontban a stimmelő oldalszámok és a morális tőke. No, akkor folytatódjon a Gyurcsányféle szakdolgozatügy. Pénteki adásunkban azzal búcsúztunk, hogy még nem árultunk el mindent. Most a Célpont Extrában megtesszük. Ma erről a dokumentumról fogunk beszélni, amely jelentősen erősíti a plágium gyanút. De azok kedvéért, akik csak most kapcsolódtak be a szakdolgozat ügybe, vegyük sorra, mit is tudunk eddig a gyurcsányi értekezésről. Mi nem adtuk fel a kutatást Gyurcsány Ferenc elveszett szakdolgozata után. A Demokratikus Koalíció elnöke 1984-ben adott be diplomamunkát a Balaton Felvidék Szőlészete és Borászata címmel a Pécsi Tanárképző Főiskolára technikából. Megtehette, mert az akkori mezgazos diákok ebből a témából is írhattak. Valamennyi évfolyamtársának megtaláltuk a szakdolgozatát, csak az övé hiányzott a szekrényből. Az ő dolgozatának azért kéne itt lenni, mert az összes, aki évfolyamtársa volt, az itt van. Csak az egy nincsen itt. A könyvtárban is kutakodtunk, a katalógusban szerepel Gyurcsány dolgozata, amely 35 oldalból áll. Tovább lapozgatva az oldalakat, az is kiderült, hogy viszonylag kevesen írtak szakdolgozatot borászattal, szőlészettel kapcsolatban. Viszont találtunk egy, a Gyurcsányéval azonos című diplomamunkát 1980-ból. A dolgozat 60 oldalas, szerzője Ross Szabolcs, biológia, földrajz szakos hallgató. Az oknyomozás lendületet kapott. Vajon ki lehet az a Ross Szabolcs? Ismerhették egymást Gyurcsány Ferenccel? Kiderült? Igen. Első feleségének, Ross Beatrixnek a testvéréről van szó. Tehát volt sógora írt azonos címmel, azonos témában szakdolgozatot, amire jelest kapott. Sikerült felvennünk a kapcsolatot a balatonfüredi férfi valaki nem örült hívásunknak. Részleteket nem árult el, de nem zárkózott el attól, hogy találkozzunk. Ross Szabolccsal a megbeszélt helyen és időpontban a Balatonparton futottunk össze. Kíváncsi volt ő is, mit tudunk mi az ügyről. Megmondom őszintén, nem is tudtam róla addig, míg nem kerestek ez ügyben, hogy egy hasonló címen van egy dolgozat. Én nem is foglalkoztam vele. Nem is tudtam róla. A füredi férfi 1976-ban felvételizett a Pécsi Tanárképzőre, 1980-ban diplomázott, 4 évvel Gyurcsány előtt. Pécsi Tanárképzőn végeztem, biológia földrajz szakon, és valóban a záró szakdolgozatomat ezen a címen írtam, tehát a Balatonfelvidék szőlészete, borászata, és ezt a földrajzi tanszéken írtam. A meggondolásból Balatonfelvidéken vagyunk, volt a kapcsolataim, hogy milyen témába írjam. Korábban az egyetem vagy a főiskolán volt ilyen jellegű szakdolgozat, vagy ilyen témában? Nem tudok róla. Ott abszolút nem is foglalkoztam, mert nem is néztem utána. Tehát mindenképpen én magam jártam utána, és főiskolán semmit nem kerestem. Tehát akkor ez saját kutatás alapján készítette ezt a szakdolgozatot? Teljesen saját kutatás alapján, igen. És ő miért választotta ezt a témát? Jó kérdés. Mert Balatonfelvidéki vagyok, szeretem a bort is, és egyszerűen ehhez találtam olyan kapcsolatot, olyan anyagot, amit fel tudtam használni. Amikor én önt felhívtam és jeleztem, hogy Gyurcsány Ferenc hasonló témában írt szakdolgozatot, meglepődött? Kicsit igen. Mert nem tudtam mihez kötni hirtelen a dolgokat. De Gyurcsány Ferencet ön ismeri, vagy ismerte akkor? Igen, ismertem. Milyen kapcsolatban voltak önök, vagy együtt jártak főiskolára, vagy ettől szóval? Nem, én jóval előbb végeztem, én 80-ban végeztem, ő később járt. Rokoni kapcsolatban voltunk a húgomon keresztül, mivel a húgomnak volt a férje, abban az időben. Mikor kötöttek ők házasságot, vagy mettől meddig? Pontos időpontot nem tudok róla. Ez a 80-as évek elején? 80-as évek elején. Az ön húga volt Gyurcsány Ferencnek az első felesége? Igen. Igen. És akkor ezt a dolgozatot olvashatta adott esetben a volt miniszterelnök Gyurcsány Ferenc? Elképzelhető, hogy hozzá került, vagy? Annak idején olvashatta, ugyanis ez családi házunkban volt, egy szekrénybe, könyves szekrénybe, bármikor olvashatta nyáron, vagy esetleg mikor itthon voltak.
mert nem volt különösebben eltéve, szekrénybe volt, könyves szekrénye. Ön tud róla, hogy ezt elkérték, vagy a húga erről később tett említést? Nem tudok róla. Nem is foglalkoztam vele, megmondom őszintén. Letudtam, én nem is foglalkoztam vele. Későbbiekben. Rozsúr azt mesélte, saját kutatása alapján készítette el dolgozatát. Végigjárta a nagyobb borászatokat Badacsonytól Csopakon át Balatonfüredig. Nem emlékszik arra, hogy sógorát különösebben érdekelte volna ez a téma. Nem tudom, mi alapján döntött így, vagy hogy. Én nem is tudtam róla, hogy ez így történt. De nem is hiszem, hogy beszéltünk róla, hiszen nem ugyanazon a területen végeztünk. Végülső technika szak, földrajz, biológia, földrajz, biológia, technika. Szóval közelebbi eszmecserénk nem volt erről a témáról. De azonos volt az érdeklődési körük? Vagy? Véleményem szerint nem volt azonos az érdeklődési körünk. Ő annó Gyurcsány Ferencönt megkereste, hogy sógor, ugyanebben a témában szeretnék én is diplomamunkát készíteni, segíts. Nem emlékszem rá, és annyit mi nem találkoztunk, hogy ennyit erről részletesebben beszéljünk egymással. Hogyha most találkozna Gyurcsány Ferenccel, mit mondana neki ezek után? Hogy meglepődtem a címazonosságon. Ezt mondanám. Nem tudom, mire vélni. Nézzük, mit tudunk eddig. Gyurcsány azonos címen adott be diplomamunkát, mint 4 évvel korábban sógora. És volt egy családi könyvespolc, amelyen hozzáférhető a bőrkötéses dolgozat. Érdekes témaválasztás, meg is kérdeztük róla Gyurcsány Ferencet. Miniszterelnök úr, keresi-e még a szakdolgozatát? Nem. Nem keresi. És tudja azt, hogy annak idején, illetve ahova ön járt, ott mások is írtak-e hasonló címen, hasonló témában ilyen dolgozatot? Hát nem tudom, elég sokan jártunk oda. Fogalmunk sincs. Természetesen rákérdeztünk a rokoni szára is. Miniszterelnök úr, ismeri Rozs Szabolcsot? Hát hogy ne ismerném? Tudja, hogy ő miről írt szakdolgozatot? Hát a Szabolcs az előttem járhatott 4 évvel, 5 évvel, sokkal. Nem tudom, milyen szakos volt ő. Azt hiszem, hogy tesi szakos volt, nem? Azt hiszem. Ő ugyanebben a témában, ugyanezen a címen írt szakdolgozatot. Látta esetleg az ő szakdolgozatát, ugye sógorok voltak, ha ezt jól tudom. Szabolcsét, hát ha ő írt ilyen témában annak idején 24 éve, miután ugye rokon volt, akkor biztosan láthattam a dolgozatát. Tehát elég valószínű, hogyha ő hasonló témában írt, azt kell valószínűsítsem, hogy igen. És olvasta is, vagy csak látta? Hogy emlékszik, miniszterelnök úr? Hát, ha láttam, akkor gyanítom, hogy olvastam. És használhatta esetleg ön ezt a szakdolgozatot a sajátjához? Hát, hogyha láttam és olvastam, akkor az a természetes, biztosan, hogy a 20 nem tudom hány év akkor azt használtam. Miről írt ő? Mert aztán nem árult el. Ugyanez volt a cím, ugyanez szó szerint ez volt. Hát akkor nagyon valószínű, hogy akkor használtuk ezt a dolgozatot ehhez, persze. És arról azt tudja, hogy gyakorlatilag az ön szakdolgozatán kívül egy sem tűnt el a egyetemről, főiskoláról. Hát ezt mondták, ami mondjuk úgy, hogy legalábbis gyanús. Kinek el az érdekében? Nem tudom, ezt ön mit gondol erről? Hát én leszek az utolsó, aki valakit meg fog vádolni, higgyel nekem. De akkor azt nem tagadja, hogy látta, olvashatta és esetleg használhatta is a saját dolgozatához a Rozs Szabolcsi. Hát nézze, ha a Szabolcsnak idén erről írt dolgozatot, és mi ismertek egymást, akkor egészen valószínű, hogy láttam és olvashattam. Ha olvastam, akkor bolond lettem volna, hogy egyáltalán nem használom, persze. Jó? Ez akár beismerés is lehetne. Adásunk után azonnal rácsapott az ügyre a hazai média és a politika is. A Fidelitas Gyurcsány Szemlőhegyi házánál, az Apró villánál követelte, hogy a demokratikus koalíció elnöke távozzon a politikából. Valljon szint, legyen egyszerű szinte, mondjon igazat, ha nem tud igazat mondani, akkor távozzon a közéletből. Gyurcsány, ahogy szokta, Facebookos bejegyzésében bagatelizálta az ügyet. A Hír TV munkatársai a tanárképzőn írt dolgozatom nyomába eredtek. Tették a dolgukat, ezzel semmi baj nincs. Nem médiaterroristák, egyszerűen újságírók. Annyit sikerült kideríteniük, hogy azonos témáról és azonos címmel írtam dolgozatot, mint 4 évvel korábban egykori sógorom, első feleségem bátyja, Szabolcs. Hatalmas sztori.
20 évesen vagy 30 évvel ezelőtt nem készültem tudományos pályára. Sok minden fontosabb volt nekem, mint szakdolgozatom. Egyszerűen túl akartam lenni a főiskolán. Hogy miért a környék szőlészetéből és borászatából írtam dolgozatomat? Mert akkori feleségem szüleinek balatonfüredi családi házában sok anyagot találtam a környék szőlészetéről és borászatáról. Tájékoztatókat, prospektusokat, beszámolókat. Hogy köztük volt-e Szabolcs dolgozatának kézirata vagy annak vázlata, fogalmam sincs. Ha igen, biztosan olvastam. Ha olvastam, bizonyára felhasználtam. Ha használtam, szeretném hinni, hogy tisztességesen megjelöltem a forrást. A szakdolgozat nem tudományos értekezés, nem doktori disszertáció. Célja nem egyéb, mint hogy bemutassa. A végzős hallgató tájékozott egy szakmai területen. Na, hogy forrásmunkákból dolgozik. Természetesen támaszkodik mások munkájára. Ennyi a történet. A célpontnak Gyurcsány Ferenc volt sógora azt mondta, a család sohasem foglalkozott sem szőlészettel, sem borászattal, ezért soha nem volt a házban semmilyen Gyurcsány Ferenc által említett prospektus vagy beszámoló. Előbb beszéltem anyámmal, 5 perc előtt, ez hazugság, mert nem volt ott annyit, hogy nem volt se szőlünk semmi, az, hogy én ebből írtam, az egy dolog. De hogy ott egy darab szakanyagot nem talált hozzá, az biztos, se szőlészettel, se borászattal kapcsolatban. Se prospektus, se beszámoló. Nem találhatott, mert a család nem foglalkozott vele. Az, hogy én ebből írtam, az egy dolog. De ahhoz még anyagot se találhatott ott, mert ezt én nem ott írtam, én akkor már nem ott laktam. Értem, tehát akkor maximum az én szakdolgozatát találhatta meg a könyvespolcon. Hát az ott volt, mert az anyámnak egy példát tettem belőle. Az meg ott volt a családi házban, ott volt a polcon. Ennyi. A többi az hazugság. Szerintünk nem csak ennyi a történet. Egyrészt, mert Gyurcsány hazudik. Néhány napja nem tudta, hogy más is írt ebben a témában, és még arra sem emlékezett, milyen szakos volt a sógora. Ő tesi szakos volt, nem? Azóta pedig már arról beszél, hogy akár használhatta is a dolgozatot. Ha a Fletó szakdolgozata nincs is meg, a bírálata azonban fennmaradt. Meg is találtuk, a másolat nálunk van. Ennek alapján részben rekonstruálható Gyurcsány dolgozata. Megkerestük a bíráló tanárt is, de ő elzárkózott a nyilatkozattól, de nem cáfolta, hogy az ő aláírása lenne a papíron. Az 1984. május 9-én írógéppel készült egyoldalas dokumentumot több oktatási szakértővel, köztük a főiskola munkatársaival is megvizsgáltattuk, akik azt mondták, hiteles. Rozs Szabolcs értekezésének ismeretében elolvastuk Gyurcsány szakdolgozatának bírálatát. Arra lettünk figyelmesek, hogy olyan, mintha a Gyurcsány sógorának, Rozs Szabolcs disszertációjának első 35 oldalára vonatkozna. Mielőtt kiemelnénk a fontos elemeket, kicsit beszélgessünk még Rozs Szabolccsal az ő egyre híresebb dolgozatáról. Csináltam hozzá borcímke gyűjteményt, azt is adtam be külön, de azt ilyen mellékletként, azt tudom, arra emlékszem, úgy gyűjtettem össze itt a gazdaságoktól, hogy a borcímkért álljál őborokról. Jelent, meg gondolom, milyen térképeket is kellett, meg de tavaly szerkezeteknek. Igen, olyanok is voltak benne valószínű, sőt, biztos, hát kellett. Talajelemzések, éghajlati elemzések, tudom én, a besugárzás, napsugárzás, besugárzó hatása, hogy mennyi időtartama, ilyenek az öltermesztéshez, ezek kellenek. Az éghajlati elemeknek szerepe lesz még elemzésünkben. De csapjuk fel a Rozs Szabolcs féle diplomamunka másolatát, és tegyük szorosan a Gyurcsány doga bírálata mellé. Fontos körülmény, hogy még a volt sógor jelest kapott a diplomamunkájára a földrajzszakon, Gyurcsány csak jó érdemjegyet a technika tanszéken. A Gyurcsány szakdolgozatát bíráló adjunktus megemlíti a dolgozat lírai bevezetését. Gyurcsány dolgozata tehát líraian kezdődött. És micsoda véletlen, Rozs Szabolcsé is. A bíráló felveti, hogy Gyurcsány 35 oldalas diplomamunkája csak a szőlészetről szól, a borászatról nem, holott ezt a címet is viseli. Egységekbe foglalt résztémák sok szempontú elemzésen keresztül alkotják a tartalmában egészé összeáll dolgozatot, amelyből azonban a címre vonatkozóan csak a szőlészetre nézve értékes, a borászatra csak kevés helyen és csak másodlagos utalásokat találunk. Rozs Szabolcs azonos című dolgozatában a 35. oldaltól foglalkozik tételesen a borászattal. Gyurcsányi épp itt ér véget. A bíráló adjunktus azt is kifogásolta, hogy az 1984-es Gyurcsányi dolgozat csak 1978-ig tartalmazza a különféle termelési korszakok adatait. Lírai hangú bevezető után tér át a tények közlésére, amelyek egy-egy termelési korszak adatait is tartalmazzák, sajnos csak 1978-ig.
egy-egy vonatkozik csak az azóta eltelt időszakra, pedig az utóbbi években nagyon sok változás következett be a telepítések és a művelési mód vonatkozásában. Rozs Szabolcs dolgozatát végigolvasva, aki 1980-ban diplomázott, épp 1978-ig szerepelnek konkrét adatok. A bírálat szerint Gyurcsány dolgozatából az 1978 és 1984 közötti 6 évnyi nagyon fontos adat hiányzik. Sejthetik miért. De nézzük tovább a tanári értékelést, amely konkrét oldalszám hivatkozásokat is tartalmaz. A 11. és 12. oldalon ellentmondásosan ír a Balaton vizének mikroklímát befolyásoló hatásáról. Rozs Szabolcs dolgozatának, mit ad Isten, épp a 11. és 12. oldalán is pontosan erről van szó. Az ellentmondások onnan származnak, hogy több szakértőtől is idéz a dolgozatban. A 13. oldalon a bíráló azt hiányolta, hogy Gyurcsány nem adott teljes képet a nyári csapadék mennyiségről. És nem fogják elhinni, de a volt sógor diplomamunkájában pontosan a 13. oldalon ugyanazt a hibát követte el. Csak a téli, tavaszi és őszi csapadék mennyiségét írta le, a nyári hiányzik. Tehát ugyanaz a hiba mindkét dolgozat 13. oldalán. Nem ír a szerző arról, hogy az erősen lejtős területeken miként oldják meg, vagy tervezik megoldani a talajvédelmet az erózió pusztító erejétől. Annyi biztos, hogy Rozs Szabolcs dolgozatának első felében a szerző valóban nem fejtette ki a részleteket, csak utalásokat tett rá. De jöjjön még egy részlet. Rezisztens fajták telepítésének tervét említi, csak arra nem utal, 29. oldal, hogy mire lesznek rezisztensek ezek a fajták. Lisztharmat, peronoszpóra, filoxéra, stb. Nos igen, Rozs Szabolcs diplomamunkájának 29. oldalán is véletlenül éppen a rezisztens fajták telepítésének tervéről van szó, és véletlenül nála is hiányoznak ezek az adatok. Akkor jöjjön az összegzés. A bírálat alapján rekonstruált Gyurcsány dolgozat minden ponton egyezik a volt sógor, Rozs Szabolcs dolgozatával. Ám Gyurcsányi rövidebb, ő a borászatról nem írt. A terület, a lírai bevezető, a mikroklíma, az, hogy csak 1978-ig tartalmaz adatokat a termelésről, a hiányzó nyári csapadékadatok, a talajvédelem erózió megoldásának hiányzó elemzése, a rezisztens fajták problémája oldalszámra megegyezik a bírálatban kiemelt elemekkel. Emlékeznek, a volt miniszterelnök a Célpont pénteki adása után azt írta a Facebookon, hogyha használta, szeretné hinni, hogy tisztességesen megjelölte a forrást. Itt tisztességről nincsen szó, és sajnos nem a forrás megjelöléssel van probléma, hanem azzal, hogy Gyurcsány Ferenc a kelleténél jobban merített egykori sógora dolgozatából. A volt miniszterelnök 1984-ben 4-est kapott diplomamunkájára. Mi inkább elégtelent adnánk, nem csak technikából. Ez volt a Célpont. Lesz Gyurcsány jövő héten is. Addig is írjanak nekünk a célpont@hirtv.net e-mail címre. Korábbi adásainkat újra nézhetik műsorunk weboldalán a célpont.com-on, de megtalálnak minket a közösségi portálokon is, és hallgassák természetesen webrádiónkat. Köszönöm figyelmüket, viszlát!